A Mesei Nagycsaládosok Egyesülete kiskumaisan első alkalommal szervezi meg a Házasság Hete programsorozatot, mely Angliából indult kezdeményezés, és itt Magyarországon 2008 óta szervezik keresztény egyházak és civil szervezetek. A házasság Isten csodálatos ajándéka az ember számára, melyben a házastársak megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és a megbocsátás értékét egy nekik rendelt társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő elkötelezi magát egy életen át egymás bátorítására, segítésére, védelmezésére törekszik, és így a házasság számukra egy meghitt, felelősségteljes közösséget teremt számukra, és áldásul szolgál egész életükön át. Kifejezve elköteleződésünket a család és a házasság iránt, a Nagycsaládos Egyesület is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, és itt Kiskunmajsán szervezzük meg első alkalommal ezt a programsorozatot. Ez a programsorozat úgy fog fölépülni, hogy február 13-án vasárnap nyitó misére várjuk a házaspárokat. Február 17-én 17 órakor a Művöldési Központ tánctermében dr. Mihalec Gábor előadására kerül sor. Ő egy párterapeuta, az előadásának a címe Kapcsolódás újra és újra. Várjuk a jelentkező házaspárokat, hogy vegyenek részt egy szerelmes kalandtúrán, mely több feladatból áll, és több helyszínen kell megjelenniük, és hogyha ezt végigcsinálják ezt a próbát, akkor 7 próbás házaspárrá válnak. A feladatok, játékos kis feladatok arra szolgálnak, az a cél, hogy jobban megismerjék egymást, időt szakítsanak egymásra, figyeljenek egymásra a házaspárok a hétköznapok forgatagában is, és rácsodálkozzanak újra és újra egymásra, hogy milyen jó, hogy vannak ők egymásnak. Hogyan lehet csatlakozni ehhez a játékhoz? A játékhoz egy e-mail címen lehet jelentkezni, szerelem7proba@gmail.com címen. Aki részt vesz ezen a szerelmes kalandtúrán, és az útlevelet kitölti, a végén a könyvtárban elhelyezett dobozba, szerelmes kalandtúra feliratú dobozba kell, hogy bedobja, és a fődíj sorsoláson részt vesz. A fődíj egy pár részére a Lopofa csárda felajánlásával egy gyertyafényes vacsora. Ez február 19-én 18 órakor kerül kisorsolásra a rendezvény záróestjén. A záróesten programokkal, beszélgetéssel és játékos feladatokkal várjuk a szerelmes kalandtúrán részt vett házaspárokat.